7 óra 20 perc, folytatódik a ma reggel, az M1 reggeli műsora. Kemény szavakat idéz a sajtó a Mi Hazánk mozgalom kongresszusáról. A párt elnöke, Toroszkai László azt mondta, hogy a Mi Hazánk győzelemre van ítélve, az embereknek pedig látniuk kell, hogy mindenhol ott vannak. Ahogy fogalmazott, szembe mennek mindenkivel, aki veszélyezteti a magyar népet, legyenek azok migránsok vagy cigánybűnözők. Toroszkai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ha jók az információink, akkor tegnap volt egy elnökségi ülése a mozgalomnak, ahol több döntés is megszületett, legalábbis erről szóltak a hírek, hogy több döntés is meg fog születni a tegnapi nap folyamán. Lehet már tudni a kampányfőnök személyét, aki az önkormányzati választásokat koordinálja majd? Igen, hát a legfontosabb döntés éppen az ő személyéről született. Az önkormányzati választások kampányának főnöke a pártigazgatónk, Árgyalán János lett. Annál is inkább, mert ez már egy sokkal átfogóbb, komplexebb kampányt igényel majd, mint mondjuk az európai parlamenti választások. Azért az ország minden megyéjében, minden régiójában igyekszünk polgármesterjelölteket, képviselőjelölteket állítani, de nagyon fontos azt is tudni, hogy mi vagyunk a legszegényebb parlamenti képviselettel rendelkező párt. Mi nem milliárdokból gazdálkodunk, hanem kizárólag a saját támogatóink, saját tagjaink, szimpatizánsaink erejéből. Ezért mi oda fogjuk összpontosítani az erőnket, az erőforrásainkat, ahol van értelme elindulni. Ugye abban is mindig el szoktuk mondani, hogy unortodox párt vagyunk, hogy nem a párt érdek az első számunkra, hanem a haza, a nemzet, vagy éppen egy település sorsa. Tehát ahol nincs értelme, ahol csak azért indulnánk el, hogy akár mondjuk egy 1%-os eredménnyel megmutassuk, hogy létezünk és szerepeljünk a híradásokban, ott nem fogunk elindulni. Ott fogunk elindulni, ahol érdemben bele tudunk szólni a település jövőjének, sorsának alakításába. Hol érzik, hogy hol van, mely régiókban erős most a mozgalom? Hova fognak összpontosítani? Láthatóan Jász-Nagykun-Szolnok megyében értük el a legjobb eredményt, ott Törökszent Miklós, egy 20 000-es város és környéke tulajdonképpen fölhúzta a Mi Hazánk eredményét. Ugye ott volt egy éppen májusban egy országos visszhangot kiváltó nagyon súlyos eset, amikor egy cigány származású bűnöző háromszor egymás után össze-vissza verte az embereket, csak úgy találomra ártatlan járókelőket az utcán, és mi kellettünk ahhoz, a mi demonstrációnk, illetve nyílt levelünk, országgyűlési képviselőink nyílt level kellett a főügyésznek ahhoz, hogy végre cselekedjen, és végre az ügyészség kezdeményezze az előzetes letartóztatását ennek a bűnözőnek. Hát látható, hogy az ott élő emberek honorálták és értékelték a küzdelmünket, miközben óriási ellenszélben kellett ezt a küzdelmet végigvinnünk, ugyanis másodikok lettünk a Fidesz mögött 15%-kal ebben a városban, és az egész megyében jóval 5% fölötti eredményeket ért el a Mi Hazánk, de Csongrád megye a második legerősebb megyénk, ahol pedig én magam születtem és élek, és ahol jelenleg is polgármester vagyok. Újraindul? Igen, én újraindulok, ezt bejelentettem, már az EP választások előtt is mondtam, hogy majd az emberek fogják eldönteni, hogy hol van rám szükség. Úgyhogy az emberek eldöntötték, Ásotthalmon úgy látszik, hogy meg kell próbálkoznom még egy választással, illetve még egy ciklussal, és majd az ásotthalmi emberek eldöntik, hogy kit szeretnének. Úgy tudom, hogy nem egyedüli polgármester jelölt leszek, úgyhogy ennek nagyon örülök, mert szeretem a versenyhelyzetet, úgyhogy egy demokratikus küzdelem lesz majd Ásotthalmon. De ugyanígy a pártunk alelnöke, Cserhát Halápp polgármestere, Dózs Dávid ugyanilyen helyzetben van. Ő is újra megméretteti magát, sőt szeretnék még egy számunkra nagyon fontos polgármester jelöltről beszélni, ő pedig a MIÉP, a Magyar Igazság és Élet pártjának elnöke, Tisza Eszlár polgármestere, Nagy Tibor, aki ugyanúgy, mint ahogy jó magam, vagy éppen az alelnökünk Dózs Dávid, nem pusztán a Mi Hazánk mozgalom színeiben, hanem a szokásos szövetségeseinkkel, a MIÉP-pel és a Független Kisgazdapárttal szövetségben, egy hármas szövetség jelöltje lesz, ugyanúgy a MIÉP elnöke, mint ahogy én magam Ásotthalmon, ő pedig persze Tisza Eszláron, de tegnap mutattuk be éppen Tatabánya polgármester jelöltjét, Boda Bánk Lászlót, aki hosszú évek óta önkormányzati képviselő a városban, nagyon jól ismerik, és hát ez is mutatja, hogy a legtöbb megyeszékhelyen azért igyekszünk polgármester jelöltet állítani, holnap jelentjük be a miskolci polgármester jelöltünket is.
Budapesten állítanak-e főpolgármesterjelöltet? Erről született a döntés. Budapest nagyon nagy kérdés számunkra. Minden kerületben felálltak az elmúlt egy esztendőben megalakulásunk óta az alapszervezeteink, a tagszervezeteink, viszont ahogy én azt kezdtem is, mi vagyunk a legszegényebb parlamenti képviselettel rendelkező párt, ami azt jelenti, hogy nagyon meg kell gondolnunk egy budapesti főpolgármester jelölti indulást, ugyanis ehhez nagyon sok pénz kell. Budapesten 2 millió embert kell elérni. Ehhez nagyon komoly kampány és nagyon komoly harc és küzdelem várható itt a fővárosban. Az viszont látható, hogy a fővárosban a Mi Hazánk valószínűleg érdemben nem fogja tudni befolyásolni majd a főpolgármester választás végső eredményét. Inkább a kerületekre fogunk központosítani. Már be is jelentettük az első kerületi polgármester jelöltünket. Egyelőre zajlik a jelöltállítási folyamat. 2 nagyon komoly, országosan is ismert főpolgármester jelölt került a látókörünkbe. Tegnapi elnökségi ülésünkön hosszasan beszéltünk, sőt vitatkoztunk is az indulás lehetőségéről, de heteken belül be fogjuk jelenteni, hogy indulunk, illetve hogyha nem indulunk, azt is. Ugye sok átigazolójuk van a Jobbikból, a jelölt nyilván a tagságban főleg, de a jelöltek szintjén is, vagy a jelenlegi polgármesterek és önkormányzati képviselők szintjén is számítanak további érkezőkre a Jobbikból? Hát számunkra a Jobbik már múlt, és úgy nézem, úgy látom, hogy a magyar emberek számára is a Jobbik most már a múlt. A Jobbik mögött ott vagyunk, ugye most már közvetlenül következő pártként megközelítettük gyakorlatilag a Jobbik választás eredményét, úgyhogy mi alig vagyunk 11 hónapos párt, a Jobbik pedig egy nagyon régi párt, több mint 10 milliárd forintot felemésztettek, mi pedig ugye néhány millió forintból működünk. Ennek ellenére úgy érzem, hogy egy-két hónapon belül a Jobbik szerepét, erejét, korábbi támogatottságát akár a Mi Hazánk át tudja venni, vagy meg tudjuk legalábbis haladni a jelenlegi támogatottságukat. Az önkormányzati választási kampányban mi áll majd a középpontban? Ugye itt a mozgalomnak egy fontos pontja a mentelmi jognak az eltörlése. Nyilván ez egy önkormányzati választáson kevésbé, hiszen nem, erről nem az önkormányzatok döntenek, de itt is erről lesz szó például többek között. A mentelmi jog eltörlése egy azért nagyon fontos programpontunk, mert ez is mutatja, hogy egyedüli párt vagyunk, amely a mentelmi jog teljes eltörlését, a törvény előtti egyenlőséget szeretni, és nem csak beszélünk erről, hanem ezt tetteinkkel bizonyítjuk. Éppen az előbb említett törökszentmiklósi demonstráción kapcsán indult ellenem egy szabálysértési eljárás, hiszen hamarabb beszéltem a média nyilvánossága előtt a tüntetésről, mint hogy bejelentettem volna. Ez is mutatja az abszurditását a gyülekezési törvény jelenlegi formájának, de én azonnal lemondtam az EP választás során kapott mentelmi jogomról, és egyébként engem nem is illet meg a mentelmi jog, úgy vagyok pártelnök, hogy ugye polgármesterként nem illet meg a mentelmi jog, és semmiféle hátrány emiatt engem nem ér. Én azt gondolom, hogy a politikus bűnözők számára csak egy kiskapu a mentelmi jog, ezért a teljes eltörlését szeretnénk. Nemzeti Választási Bizottságban, amikor egy hibás döntést hozva az ottani delegáltunk, képviselőnk megszavazta egy Ceglédi Csaba mentelmi jogának fenntartását, azonnal visszahívtuk ezt a képviselőnket, delegáltunkat a bizottságból, illetve most, amikor Demeter Márta mentelmi jogának fenntartásáról volt szó, akkor mi természetesen ellene szavaztunk. A Jobbik, amely korábban követelte, hozzánk hasonlóan egyedüli pártként követelte a mentelmi jog eltörlését, ők viszont az LMP-s, ha éppen most Demeter Márta az LMP-ben van, hogyha jól emlékszem, szóval az LMP-s képviselőasszony mentelmi jogának fenntartása mellett szavaztak, tehát egyértelmű, hogy a Jobbik sem akarja most már a mentelmi jog eltörlését, egyedüli párt maradtunk, és ez az üzenetünk az önkormányzati választásokra is, hogy Gyurcsány és csatlósai, illetve az Uram-bátyám rendszert működtető Fidesz mellett mi vagyunk a harmadik lehetőség a magyar emberek számára, járjuk a saját utunkat, a harmadik utat. Elnök úr, köszönjük, hogy a vendégünk volt. Köszönöm.